Ebben a szezonban utoljára futott ki a pályára a Hárrend Kozár Misleny. A monorlabdarúgói díszsorfalat álltak a bajnok csapatnak. A kezdőrúgást a születésnapját ünneplő Kutyán Csányin Jevrem végezte el. A klub 2007-es első MB3-as bajnok csapatának oszlopos tagja, aki a Hárrend cégcsoport belföldi üzletágának vezetőjeként szívügyének tekinti a klubot. Jól indult a találkozó, hazai szempontból korán sikerült vezetést szerezni. A negyedik percben Vajda közelről a bal felső sarokba rúgta a labdát, majd egyenesen a kispad felé vette útját. A 26. percben egyenlített a Monor, Hulicsár lőtt a jobb alsó sarokba. A 33-ban pedig Kirtner szabadrúgásból szerezte meg újra az előnyt, de az első félidő hajrájában ismét egyenlítettek a vendégek. A 60. percben Tóth Zoltán lőtte a házigazdák harmadik gólját, 10 perccel később pedig a vendégek beállították a 3-3-os végeredményt. Veretlenül lett tehát bajnok a Hárrend Kozár Misleny labdarúgó csapata, az MB3-as bajnokságok közül egyedüliként. A vasárnapi mérkőzés lefújását követően a bajnoki aranyérmeket és a serleget Bánki Erik országgyűlési képviselő, az MLS elnökségi tagja, valamint dr. Hoppál Péter kulturális ügyekért felelős államtitkár adta át. Boldog vagyok, hogy ide kerültem, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ilyen játékosokkal, ilyen emberekkel, mind szakmailag, mind emberileg dolgozhattam együtt. Elképesztő évet csináltak, tehát olyan kohéziót alkottak, olyan rendesen dolgoztak, annyira bennük ott az alázat, az akarat, hogy egyszerűen nem tudom, tehát ehhez ilyenkor szavakat találni. Acél Zoltán együttese messze a legtöbb gólt szerezte, mégpedig 80-at, és a 38 meccsen mindössze 23-at kapott. Csak szeretném nekik is, meg a stábtagjaimnak is, meg az egész klubnak megköszönni, hogy az ember ide került, és hogy tehát egy ilyen csodálatos évet élt, tehát hiszen ez egy nagyon nagy dolog. Az én lelkemnek is, az én szívemnek is óriási segít. Így ünnepelt a már MB2-be feljutott Hárrend Kozár Misleny.